Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentett Csetén község önkormányzatának nyílt ülésén. Külön köszöntöm Deni Máté urat, aki majd októbertől látta egy képviselői feladatokat településünkön, hogy ellátogatott a testületülésre és igyekszik aktívan részt venni az önkormányzat munkájában. A mai nap napirendi pontjaink, négy napirendi pontunk van. Az első napirendi pontunk az egy pályázat benyújtásáról szól, a másik napirendi pontunk iskolakezdési támogatásról való döntés, a harmadik napirendi pont a zöld bakonyért normatív tárgyi részére pénzeszköz átadással kapcsolatos döntés, a negyedik napirendi pont az pedig Őszi Rózsa nyugdíjas út támogatási kérelme. Majd ezt követően egy zárt ülést fogunk elrendelni. Azt szeretném megkérdezni a megjelent tisztelt képviselőtestület tagokat, hogy van esetleg egyik napirendi pontra javaslatok, amit felvegyünk. Jó, hogyha nincs is, elfogadják, kérem készfeltartásra jelezzék. Négy igen mellett. A első napirendi pontunk, pályázat benyújtása. Ugye a Magyar Falu programban bár csökkentett mennyiségben és sokkal kisebb költség keretben jelennek meg pályázatok, de megjelent a június elején, hiszen június 12-én pályázat, mely út és járműépítésre ad lehetőséget, hogy beadjuk. Az útépítésre a kerete az 45 millió forint, a járműépítési 10 millió forint. Annyit tudni kell a tisztelt képviselőtestületnek, hogy ezen pályázatok beadási feltétele annyiban változott meg az elmúlt évekhez képest, hogy tervekkel kell rendelkezni, tehát kivitelői tervekkel kell rendelkezni. Ugye tavaly már lecsúsztunk egy ilyen, mert nem volt kivitelői tervünk, viszont idén a járda építésekre elkészítettünk egy tervet, amire közel 1 millió forintot fizetett ki az önkormányzat, illetve ugye van kiviteli tervünk is hozzá, és költségbeesülésünk is, és az első ütemet azt a Hunyadi utcát sikeresen be is fejeztük, a teljesítéskozolást is leadtuk, és most második ütemben a Bem utca és a Hunyadi utca közti szakasznak a megvalósítását nyújtanánk be a Magyar Falu program pályázatába, amire ugye van ajánlatunk 6 millió 800 ezer forint körül érték, hogyha jól emlékszem. A pályázat kereti összege az maximum bruttó 10 millió forint lehet, így még 9 millió forint alatt is tartanánk. Ugye azért fontos, hogy mivel sokkal kisebbek már a lehetőségek forrás oldalon mindenhol, ezért nem cél a maximális kivet kihasználása, inkább sokkal fontosabb cél az, hogy ha kérjük, akkor azt adassék meg és meg is kapjuk. Ugye a következő években tehát 2025-ös évben tudnánk folytatni a Petőfi 2-essel és a Petőfi 3-asnak is a megvalósítását, részben a saját erővel, részben majd egy úgy szintén ilyen magyar falus pályázattal, és azt követően pedig akkor, mert tényleg azt gondolom, hogy az utaknak a felújítása, illetve azon szakaszok burkolása is megtörtént a településen, ahol jelenleg nincsen aszfalt. Mert a csapadékvízelvezetés az ugye akkora volumenű projekt, hogy azt csak Európai Uniós forrásból fog tudni megvalósítani. Ugye arra is vannak hatályos terveink, de az már egy olyan volumen, amit mi önerőből nem tudunk megvalósítani. Szeretném kérdezni tisztelt képviselőtestület tagokat, hogy a felújítással kapcsolatban, járda felújítással kapcsolatban van esetleg bármi észrevétel. Ha nincs? Oké. Ha nincs, akkor kérlek készfeltartásra jelezzük, hogy akkor még igen közben. Ezt a mai napon még be is fogjuk adni ezt a pályázatot, minden elő van hozzá készítve a kollégák által. Oké. Iskolakezdési támogatás biztosítása. Ugye talán még a Covid előtt szűnt meg az iskolakezdési támogatás, talán 2018-ban. És akkor tavaly évben ugye a polgármester úr hatatos közreműködésével alapvetően ez visszaépítése került a költségvetésünkbe. Most a tartaléksoron található legalább fedezett. Azt mindenkinek tudni kell, hogy az önkormányzat lehetőségei minden évben korlátozottak, de szociálisan nagyon érzékenyek vagyunk, és igyekszünk mindenkit támogatni, aki arra érdemes. A tavaly évben annyi módosítást csináltunk egy klasszikus iskolakezdési támogatáshoz képest, hogy nem feltétlenül pénzbeli támogatást nyújtottunk a tanulóknak, illetve a gyermeket nevelő szülőknek,
hanem eszköz, és tavaly a kabátból lehetett választani, ami a önkritikát is gyakorlunk, azért lehetett volna egy kicsit magasabb, de mégis bőven 10% fölött volt, 13-14% volt az, aki igényelt ezeket a kabátokat. Ugye nekünk annyi volt a fontos, hogy azért a cseténhez való kötődés azért való jelenjen meg ilyen esetben is, de mindegyiken van egy kis csetén címmel, és én nagyon örülök annak, amikor látom a gyermeket, hogy ezeket a ruhákat fogják, mert én kiskoromban mindig katona akartam lenni, és ilyen uniformizált dolgokat kimondottan szeretem. És ez legalább visszaköszönik a faluval a gyermeknek, és én azt látom, hogy ezt szívesen is hallják. A mostani rendeletünk is ugyan arról szólna, mint tavaly, hogy lenne lehetőség a szülőknek arra, hogy ilyen kabátot tudjanak igényelni, ugyanúgy megadnánk a lehetőséget arra, hogy próbálhatnának. Itt az önkormányzatnál, hogy kimegyünk az iskolába, az általános iskolába, hogy próbálhatnak a gyerekek, a középiskolások pedig bejönnek, és aki ugye beadja az igénylést, kérhet pénzt, ami egyszerű 10.000 forintos támogatás, vagy eszköz formájában ezt a kabát lenne. Majd talán a következő évtől, hogyha látszik ennek a felfutása, akkor lehet dönteni arról, hogy például az elsősöknek adjuk egy egyentáskát, vagy bármi ilyesmi megvalósítsunk. Ezáltal is a településhez való kötődést erősítsük. Annyi, hogy ugye időben vagyunk, hiszen júniusról beszélünk, de ennek a teljesítése a lakosság irányában nem tud megvalósulni szeptember 1-re, hanem itt alapvetően szeptemberben kezdődik az igényfelmérés, és október végéig tudnak megtörténni a mind a pénzügyi kifizetés, mind az esetleges ruháknak az általános átvétele. Ennek az oka az a feszített költségvetésünk, és ugye az, hogy szeptember 15-én van adóbefizetés, adófeltöltés, és ezt azokból a bejövő pénzekből föl tudnánk megvalósítani. Szeretném kérdezni a tisztelt képviselőtestületet, esetleg módosítási javaslat, vagy bővítés, vagy ne ad Isten elvetésre van-e bárkinek hozzászólása itt szerintem. Rendes? Tehát akkor az óvodai részben általános és középiskolai oktatásban részt. Igen. Igen, azért köszönöm az észrevételt. Azért, mert ugye a felsőfokú oktatásban részvevő diákoknak a Bóza Hungarikát továbbra is fenntartjuk. Ugye régen ők is kaptak, ugye attól volt függő a támogatás mértéke, hogy milyen intézetben járnak, de azért a Bóza, tehát egy felsőfokú intézményben egy 10.000 forintos támogatás azért az elenyésző. A Bóza Hungarikában a diákok ugye tanulmányi átlagoktól, szociális helyzetektől függően jogosultak támogatásokra. Nálunk kell jelentkezni, 8-10 diák minden évben jelentkezik, és azért ennek az önkormányzat által, amit mi ehhez hozzáteszünk, az is majdnem 7-800.000 forint. Tehát azért ezek lényegesen nagyobb összegekről beszélünk. De a diákok, ugye az állam ezt kiegészíti a Bóza Hungarikán keresztül, és akkor tényleg egy szemmel látható, talán havi támogatásban részesülő. Havi, ugye? Mert a Patricia volt. Igen. Tehát ez az óvoda, az iskola, és a középiskolások számára, függetlenül attól, hogy szakközép, vagy szakmunkás, technikum, vagy gimnázium. Jó, akkor elfogadjuk, aki elfogadja a képviselőtestület határozatot, tényleg készítettek is olyan. Megállapítom, hogy négy ügyen van. Kérdésem arra, bocsánat, hogy a Bóza Hungarikának az összeg az mennyi most a Bóza kormányú támogatás? Maximális összeget adjuk, amit lehet adni. De meg tudjuk nézni, hogy pontosan, hogy ez mit jelent a szülőknek otthon. Hát azt mindig időben meghirdetjük. Csak azért kérdezem, hogy lehet lehetően változtatni a passzokat. Maximálisan nem tudok. Maximálisan. Arra azért kérdeztem, hogy maximálisan. Jó, oké. Oké. A következő napi rendi pont az a Zöld Lakonért Non-Profit Kft. Részére pénzeszköz átadással kapcsolatos döntés. Ugye a tavaly évben is már úgy történtek a település kulturális rendezvényeinek lebonyolításai, hogy a Zöld Lakonért Non-Profit Kft-n keresztül valósítjuk meg. Ennek az a legfőbb oka, hogy nagyon sok szereplő az ÁFA fizetés hatájának tartozik, viszont a Zöld Lakonért Non-Profit Kft. Tevékenységéből adódóan bevételt generál egy ilyen rendezvényen. Ugye tavaly évben 1.700.000 forintnyi bevétel generálódott a bisztróba. Ugye ennek van egy jelentős haszon része is. És mivel van bevételünk, így a
a szolgáltások után lévő fizetendő áfát vissza tudjuk igényelni, kívül ki egymásnak egy, és ez az önkormányzat esetében nem lenne igaz. Azért a kultúrás feladatainknak a lebonyolításában ugye ebben az esetben az Örökbakonyi Tomsprit Kft. Bízzuk meg, ami 100% önkormányzati tulajdonban van, tehát ugye ennek az irányítója alapvetően a testület, ott a végrehajtó az pedig az ottani vezető igazgató Hegyi Klaudia. Nem tudtam még pontosan mennyi pénzt kellene átadni, jelenleg a falunknak a háromnapos holicsernaknak a költségvetése bruttó 6.200.000 forint, de ugye tavaly évben is a Balluf Elektronika a Kft-től kaptam támogatást, most is megírtuk a szükséges kérelmet, illetve tegnapi napon én egyeztettem Takács Ákos ügyvezető igazgatóról is, hogy akkor ugye számítunk, valamennyi pénzt már biztos, hogy kapunk egyszer, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához is tegnap benyitottam egy kérelmet, és majd onnan is kapunk valamennyi pénzt. Így én azért azt gondolom, hogy maga a majd a ténylegesen átadandó összeg az inkább 3 millió forinthoz fog közelíteni, semmiképpen nem 5-höz. Én majd erre szeretném kérni a felhatalmazást a testülettől, maximum 5 millió forintig, de én igyekszem ezt minden alacsonyabban tartani. Ugye ez nem visszafizetendő támogatás lesz a vállalkozás részéről, szerintem ez egy tevékenységet mint a település számára. Ez egy kedvező rész szerintem önkormányzatunknak, hiszen ezáltal tovább tud spórolni. Én nagyon bízom benne, hogy a lefolytatások körül a Honicsernak, illetve majd az azt követő rendezvényeink ugyanilyen sikeresek lesznek, mint az elmúlt években. A maga rendezvény összetétele tényleg kicsiknek és nagyoknak, idősebbeknek, mindenkinek szól. Ugye pénteken fog kezdődni egy átadóval, megnyitóval, majd azt követően pénteken este lesz egy fellépő, és utána egy bár. Minden rendezvény, ami a Holicsernak keretében valósul meg, az már beköltözik a kastélyparkba. Még itt majd ma fogunk arra egyeztetni a kollégákkal, mert tegnap felvetődött a mobil WC-nek a használata, hogy az tavaly lehet, hogy hiányos volt. De amikor tegnap azért nézegettük, nem a mobil WC-k hiány volt a legnagyobb gond, hanem az, hogy az emberek nem találták meg a sportoltözőben nyitva lévő WC-ket. Tehát mobil WC-ből sem rendelnék többet. Illetve hogy ami idén más lesz, hogy mivel az Erdélytől az vasárnap van, és már van nagy színpadunk, meg van hozzá rendes hangosításunk, akkor lesz egy nagy lentfal is, és akkor alapvetően a valamelyik csapot, sőt majd ott fél áron elverik, és akkor mindenkinek legyen jó elvalapják. Az önkormányzati gazdasági társaság működése az különben az elmúlt évekhez képest stabilabb, sokkal. Ez az étkezésekben bekövetkező változásnak köszönhető, illetve majd ügyvezető igazgató asszony szeptemberre talán már jön az új költség számításával, hogy meg kelljen keresztül finanszírozni a működést. Szeretném megkérdezni tisztelt képviselőtestület tagokat, hogy van-e a pénzeszköz átadással kapcsolatos bármilyen felvetésük, javaslatuk, megjegyzés. Jó, akkor aki elfogadja a javaslatot, akkor ugye úgy szól, hogy maximum 5 millió forintig fogunk adni pénzt, de erről természetesen beszállnak, hogy ennyi pénzt adunk rá. Nagyon remélem, hogy 3 alatt fogjuk tartani. Jó, köszönöm szépen, aki készletet, aki elfogadja készletet, esélyezze. Köszönöm szépen, 4 igen mellett elfogad. A következő napirendi pont, az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub küldött hozzánk egy támogatási kérelmet, ami arról szól, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 2024-ben is elmennek egy kirándulásra, ami már oktavos, és 2 éjszakát fognak eltölteni Miskolc és környékén, aminek a teljes költségvetése 2.795.000 forint, ugye kb. 30 fő utazik ezekre az eseményekre, de maga az ősztörzsői nyugdíjasoknak a létszám azért ezt meghaladja, de szerintem nagyon aktív nyugdíjas életet élnek, hiszen rendszeresen jelen vannak települési rendezvényeken is, de folyamatosan jönnek. Úgy tudom, múlt héten éppen színházban voltak, előtte találkozón voltak, tehát tényleg irigyésre méltók a mindennapjaik, amihez külön gratulálunk. A támogatási összeget ők nem írtak be, hogy mennyi pénzt kérnének. Ugye a gyakorlat az szokott lenni, hogy beruházások esetén 10% körül támogatást biztosítunk, ilyen esetben pedig egyedileg döntünk.
Én nagyon hálás vagyok nekik azért, hogy valamennyi önkormányzati rendezvényen részt vesznek társamunkán és képviseltetik magukat, tudják bármikor bármit kérünk, akkor ők aktívan ott vannak. Persze igyekszünk mi is hálásnak lenni a magunk módján, és most részben van lehetőségünk arra, hogy ezt megköszönjük. Én 200.000 forintnyi támogatást javasolnék nekik megítélni. Ugye a támogatás elszámolása az úgy történt az ő esetükben, hogy az önkormányzat nevére fognak számlát kérni, hiszen ők alapvetően egy olyan civil szerveződés, ami nincs egyesületbe léptetve vagy nem alapítványként működik, itt semmilyen egyéb támogatásra nem jogosultak. Kérdezném a tisztelt képviselőtestületet, hogy van ezzel kapcsolatban bármilyen észrevétel, hozzászólás, megjegyzés? Jó, aki elfogadja a 200.000 forintos javaslatot, az kérem készfeltartásra jelzze. Köszönjük szépen. Az idő előre alattával egyre rövidülnek a képviselőtestület üléseink. Azt gondolom, hogy azért hosszú volt az elmúlt 5 év. A következő testületülést azt szeptemberben szeretnénk megtartani, majd azt követően októberben lesz egy alakulóülés, amire szeretettel várunk mindenkit. Bízom benne, hogy a képviselők majd a következő időszakban is, ahogy az elmúlt 5 évben aktívan jelen tudnak lenni a testületüléseken. Ugye mai napra ketten jelezték, hogy nem fognak tudni érkezni. A egyéb munkai elfoglaltságú kérdek gondolom szeptemberben már újra jelen lesznek. Szeptemberben előreláthatólag döntést fogunk hozni a nyugdíjas napról, illetve az oda vonatkozó élelmiszercsomagról, ahogy az elmúlt években is, és minden jól, még néhány pályázat beadástárgyú is döntést fogunk hozni. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és kellemes nyári szünetet, jó időtöltést is!